Sziasztok! Csányi Zsófia vagyok, az Uglói Egészségfejlesztési Iroda munkatársa, és a mai napon a tápanyagok egyik csoportjáról, a szénhidrátokról hoztam nektek néhány fontos információt. Ugye ahhoz, hogy a szervezetünk működni tudjon, szüksége van energiára. Maga a légzés, a szervek, ahogy ellátják a feladatukat, a mozgás, a sport, gyerekek esetében a tanulás és a játék mind-mind energiát igényel. Ezt az energiát a táplálkozásból és a folyadékfogyasztásból tudjuk bevinni a szervezetünkbe. Fontos, hogy változatosan étkezzünk, hiszen minden élelmiszer más és más tápanyagtartalommal bír. A tápanyagok három fő csoportja, az egyik a szénhidrátok, a másik a fehérje, és a harmadik pedig a zsiradékok. Ezen kívül a szervezetnek szüksége van még élelmirostokra, vitaminokra, ásványi anyagokra és természetesen folyadékra. A szénhidrátok a szervezetünk számára a legkönnyebben használható fő erőforrások. A legegyszerűbb formái a cukrok, majd a bonyolultabbak a keményítők, a legösszetettebbek a rostok. Sok szénhidrát található meg a gabonafélékben, a burgonyában, a rizsben, illetve a zöldségekben. Az ebből készült ételek is ezáltal sok szénhidrátot tartalmaznak. Gondolok itt például a kenyerekre, pékárukra vagy tésztákra. Ezek készülhetnek fehér lisztből, azonban jobb választás, hogyha teljes kiörlésű, durum vagy rozslisztből készült formáikat választjuk meg. Ez hozzásegít minket egy kiegyensúlyozottabb étrend kialakításához. Ugye, mint már említettem, a szénhidrátok egyik csoportja a cukor, amely megtalálható gyümölcscukorként, úgynevezett fruktózként a gyümölcsökben, tejcukorként a tejben, vagy mesterséges formában, például az édességekben, úgynevezett asztali cukorként. A rostok is ide tartoznak, ezek leginkább a gabonákban, zöldségekben, gyümölcsökben találhatók meg, és segítik a bél működését. Mi történik, hogyha nem fogyasztunk elég szénhidrátot? Akkor viszont csökken az energiaszintünk, fáradékonyak leszünk, és evési kényszer törhet ránk. Nem mindegy az sem, hogy milyen szénhidrátot fogyasztunk, mert hogyha például, mint amit említettem, hogy fehér lisztből készült élelmiszereket fogyasztunk, az energiatöbletet jelent a szervezet számára, és nem tudja hasznosítani, így zsír formájában fogja raktározni. Nagyon sok betegség kialakulását előzhetjük meg, hogyha kiegyensúlyozott étrendet folytatunk, és tudatosan figyelünk a táplálkozásunkra. Köszönöm, ennyit szerettem volna mára mondani, és a következő héten megint jelentkezem egy videóval. Sziasztok! Az online program a VECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú az Uglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.